A szakoktató alapképzési szak 2020-tól megújulva a Juhászó Pedagógus Képző Kar szakképzési intézetében együttműködésben az általános és környezetfizikai tanszékkel kerül megszervezésre. Várjuk szeretettel azokat a hallgatókat, akik egy olyan pedagógus képzésben szeretnének részt venni, melynek célja olyan szakemberek, olyan pedagógusok képzése, akik az iskolarendszeren kívüli szakképzésben, vagy az iskolarendszerben zajló szakképzésben szeretnének gyakorlati tárgyak oktatásában, szervezésében, előkészítésében részt venni, a gyakorlati tárgyak laboratóriumi gyakorlatainak megszervezésében részt venni, esetleg érdeklik a duális képzés, a vállalati képzésekben való részvétel gyakorlati tárgyak oktatásában, és egyáltalán a jelenleg és a jövő szempontjából rendkívül fontos szakképzési rendszerben szeretnének képzőként, a képzési oldal résztvevőjeként tevékenykedni. A szakoktató szak országosan 4 specializációval fog elindulni. Ezek a műszaki, az agrár, az üzleti és a szolgáltatási specializáció. A karunk tervezetten, mivel hogy intézményi előzménye van, a szakoktatót a műszaki specializációval kívánja elindítani ebben a tanévben. Nagyon fontos tudni a ide jelentkezőknek, hogy megváltozott a felvételi eljárás a szakoktatóval kapcsolatban, mert gyakorlati vizsgához kötött, de ettől nem kell megijedni, azt gondoljuk, hogy ez egy egyszerűbb felvételi eljárás lesz. Lényeges dolog, hogy nem kell emelt szintű érettségi vizsga ahhoz, hogy valaki ebbe az alapképzésbe bekerüljön, és a gyakorlati vizsga pedig tervezetten abból fog állni, hogy a felvételizők egy nagyon alapvető matematikai és természetismereti tesztkérdésekből álló feladatsort töltenek ki, és ezen kívül írnak egy motivációs levelet. A korábbi műszaki szakoktató szakhoz képest nagyon nagy változás az, hogy az a műszaki szakterülethez tartozott, az összes új szakoktató bármilyen specializációval pedig a pedagógus képzési területhez tartozik majd. Ez azt jelenti, hogy a képzési és kimeneti követelményekben nagyobb rész, nagyobb óraszám és nagyobb kredit arány fog jutni a pedagógus képzési tantárgyakhoz, ehhez a területhez. Tehát ezért elsősorban azokat a kedves fiatalokat várjuk ide, akik úgy gondolják, hogy van műszaki érzékük, és szeretnének katedrán állni, tehát el tudják képzelni magukat úgy, hogy a fiatalokat tanítják, elsősorban szakképzésben. A megújult szakoktató képzés pedagógus képzésként 6 fél évesre csökkent, tehát 6 fél év alatt sajátíthatják el azokat a szakmai ismereteket az idejelentkező hallgatók, amelyet a munkaerőpiac igényel. Hogy mit tanulnak, milyen tantárgyakat, milyen tudományterületeken tanulhatnak a hallgatók ebben a 6 fél évben? De elsősorban természetesen pedagógiai, pszichológiai ismereteket adunk át, illetve a szakoktató ismeretekhez tartozóan ehhez kapcsolódó szakmódszertant, illetve a vállalati gyakorlati képzőhelyekhez kapcsolódó szakmai gyakorlatokat nyújtunk a hallgatóknak, hiszen a képzésnek egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy rendkívül gyakorlatorientált képzés, a képzési kimenetelmi követelmény szerint 60-70%-ban a gyakorlati jellegű tantárgyak és a szakmai gyakorlatok dominálnak a képzésben. A pedagógiai ismereteken túl természetesen természettudományi, gazdaságtudományi és humántudományi ismeretek is részét képezik az oktatásnak. A szakot elvégzett hallgatók azon túl, hogy széles elhelyezkedési lehetőségek várják őket a szakképzés intézményrendszerében és a vállalati képzőhelyeknél. A tanulmányaik befejezése után jogosultságot szereznek arra, hogy tanári mesterszakon folytassák tanulmányaikat, illetve később PhD képzésbe bekapcsolódjanak. A szakoktató alapképzés elméleti stúdiumai a levelező munkarend esetében online módon valósulnak meg, így tanulmányai egy részét otthon a kényelmében végezheti el.
A szakoktató alapképzésre történő jelentkezés feltétele a gyakorlati vizsga teljesítése. Emelt szintű érettségi nem szükséges. Jelentkezési határidő 2023. február 15-e.